Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma a 20. század végének egy futball legendájáról, történetéről fogunk beszámolni, hiszen vendégem Tiber Krisztián, egykori kiváló labdarúgó, gólkirály, és a gázszerről fogunk beszélgetni, arról a gázszerről, amelynek júniusban lesz egy olyan találkozója, hogy visszatekintetek a múltra, mindarra, ami történt veletek, velünk a magyar labdarúgásban, hiszen ez egy csoda történet. Ugye 1994-et írtunk, amikor jött egy fantasztikus vezető, a gázszer tulajdonosa Németh László, aki úgy döntött, hogy kipróbálja magát sportvezetőként is, és a Velence Torz jogutódjaként így született meg a gázszer. Megyei első osztályban voltunk. Én már akkor meglepődtem egyébként, megmondom őszintén, hiszen sikerült Hartyáni Dönit, Hartyáni Gábort megnyerni edzőnek, aki egy remek edző volt, másodedzőként NB1-es tapasztalattal bírt, rengeteg NB1-es futballmérkőzésen lehetett a sikerek tanúi és közvetlen részvevője is természetesen, és remek edzőnek tartottam, hogy elvállalta a gázszer vezetőedzői posztját, és ráadásul akkoriban már ugye a megyei első osztályban is számtalan olyan játékos is vele tartott, akik a NB1-ben bemutatkoztak, de csak azt mondom, hogy nem jutottak főszerephez, fogalmazzunk így. Te akkor még nem voltál, de azért tekintsünk vissza erre, hiszen jószerűvel természetesnek tűnt, hogy ez a csapat feljut a megyei első osztályból. Az a következő évek viszont arra már senki nem gondolt, hogy egyenes út az NB3-ból NB2-be, NB2-ből az NB1-be, ahol aztán második évben megszűnt az együttes. No, de akkor menjünk vissza a megyébe. Én azt gondolom, hogy ahogy fogalmaztam az imént, ez természetes volt, hogy ez a csapat egy olyan edzővel, egy olyan háttérrel, mint amit Németh László biztosított, biztos feljutó. Így van, hát ugye az ötlet apropóját azt a 25 éves NB1-be jutás adta, hogy elkezdtük ezt a srácokkal szervezni ezt az összejövetet, de nyilván az NB1 az nem éltett volna létre az NB2, az NB3 vagy a megyei csapat nélkül, úgyhogy akit tudtunk mozgósítani, meg elértünk, mindenkit szeretettel várunk június 18-án erre az összejövetelünkre, ami itt a Főnix csarnokban lesz majd megtartva, a Gombosleső utcában. Így van, én azt gondolom, hogy ez a gázszer sztori azért a magyar futball történelemnek egy kis mini szigete, ahogy ezt szokták mondani, mert nem nagyon emlékszem arra, hogy az elmúlt időben valaki 3 év alatt 3 bajnoki címet nyerve egyenesen az NB1-ig meneteljen. Ez egy óriási nagy sikertörténet, amivel rengeteg játékos szerepelt, főleg fehérvári kötődésű játékosok. És igen, 94-ben a Németh László elnök úrnak a fejéből kipattant az, hogy nyilván a Májer Józsinak az invitálására, aki a szakmai igazgató volt a gázszernél, hogy próbálja ki magát a futballban is, mint sikeres üzletember, sikeres vállalkozó. És 94-ben elindult ez a sikersztori a Gárdon a parkerdőben. Hogy az előbb említetted, én még nem voltam abban a csapatban jelen, mert ha jól emlékszem, akkor én még akkor Ausztriában futballoztam, de már az invitálás megvolt, hogy esetleg a későbbiekben csatlakozzak majd ehhez a csapathoz, amit zömében, még egyszer mondom, videótomból elküldött ezt játékosok. Most felsoroljuk, nekem viszont vannak közvetlen emlékeim, mert azokban az esztendőkben a Gárdonyi önkormányzatnál dolgoztam, és hozzám tartott a parkerdő is, ilyen értelemben, a teniszpályák és az összes többi, és volt szerencsém látni, hiszen Májer Lacival, Májer Józsinak a szakmai vezetőnek az öccsével, én ugye a Szondiban együtt játszottam még. Igen. És azt figyeltem meg, hogy egyre inkább csak érkeznek, és hát a megyei első osztályból abszolút kiemelkedtek, tehát ott kétség sem fért hozzá, hogy szintet lépnek. Ugye ez volt az elsődleges cél. Így van. Az NB3 viszont az már más tészta. Igen, tehát azért nyilván minden osztály ugye erősebb, mint a lentebb lévő osztály, de ugye megyében is, hogy az előbb említetted, olyan keret jött össze, amelyik
nem volt kérdés, hogy föl fog jutni az NB3-ba. Tehát sikerélyes játékosok érkeztek, zömével a Videótonból, nyilván voltak máshonnan is, Siófokról is, egy páran csatlakoztak a kerethez, de egy percig se forgott veszélybe, hogy az NB3. Igen, hát az NB3 pedig az megint csak, hiszen a Duna csoport mindig erős volt. Sok pesti kötődésű csapat, sok Pest megyei, és ráadásul azt hiszem, hogy az volt az az időszak, amikor mindenki próbálta megtalálni helyét ebben az új struktúrában, mármint a futballban, és egyre feljebb jutni, mert hogy azért elindult egy olyan folyamat, hogy volt pénz. Ez egyébként annak is köszönhető, hiszen ne feledjük, ez volt a legendás gázszer időszak, hiszen akkor voltak a gázszerelések megyeszerte, országszerte, és Németh László remek szakember volt egy nagyszerű csapattal, így aztán volt háttér is. Tehát így sikerült az NB3-ba is odacsábítani jó néhány olyan futballistát, akik megjárták az első osztályt. Így van, tehát azért az NB3-ba már csatlakozott a csapathoz jó pár olyan játékos, aki a Videótonból érkezett már, tehát akik a tagjai voltak mondjuk az NB1-es bőkeretnek. Ugye én is, amikor távoztam Fehérvárról és kimentem Ausztriába a Velence érintésével, akkor úgy jöttem vissza, hogy az NB3 tavaszi szezonjára, tehát a 96-os januári felkészülést már itt kezdtem el a csapatnál. És akkor már a csatlakozott a csapathoz a Földes Pista, aki szintén a Videótonban játszott ugye korábban, rajtam kívül akkor a Szekeres Zsolti. Tehát ott már jöttek olyan játékosok, akik nyilván erősítések voltak, de azért a csapatnak a magját az még mindig a megyei csapat adta. Tehát akik az NB3-ba szerepeltek, annak a megye 1-be szerepeltek, annak a 80%-a játszott ugyanúgy az NB3-ba is. Igen, ráadásul a sikersztori folytatódott, és volt valami lépcsőzetes építkezés is, hiszen Mayer Lali áldott emlékű barátunk volt az ifi edző, aki remek munkát végzett, tehát azért nem csak az érkezőkre számítottak, hanem hosszasan gondolkodott előre is a szakvezetés, hát Mayer Józsinak köszönhetően nyilván, és még mindig a parkerdő volt az otthon. Igen, még azt hiszem, ha jól emlékszem, amikor én visszakerültem, akkor jöttünk be a Takarodó útra a MÁV pályára. Tehát az őszi szezon az még, ha jól emlékszem, a parkerdőben játszotta le a csapat. A teljes megyei évad után még az NB3 őszi szezont ott, és akkor már, mint az infrastruktúra nem volt megfelelő akkor, és akkor jött ez a lehetőség a MÁV előrével kooperálva, hogy akkor beköltözik a csapatot a Takarodó útra. Az természetes, nyilvánvaló a Videótonból és a felsőbb osztályokból érkezőknek természetes volt ez a közeg, de sikerült-e megvalósítani azt, hogy egy olyan elegye legyen ennek a csapatnak, hogy azért saját nevelésű régi játékosok is szerepeljenek? Nyilván ez a szakmai stábnak volt a felelőssége a Hatyányi Gabi bácsiéknak, de ők nagyon jó érzékkel nyúltak ezekhez a játékosokhoz, és ami a legfontosabb, hogy csak olyan játékosok jöhettek szóba a gázszernél, akik elfogadták az egyesületnek a játékos politikáját, a gazdasági politikáját, és tehát ritka az, amikor egy olyan brigád jön össze egy futballcsapatnál, amelyik sikerre orientált és sikerre éhezik. Én azt tapasztaltam, hogy vonzó volt. Egyik oldalról befektetési szempontból, mert valljuk meg, tehát az NB2-be való felkerülést követően jószerűen az egész ország a gázszerről beszélt, és Németh Lászlóról, tehát kinyílt a világ, ha úgy tetszik. Ezzel a lehetőséggel ti viszont tudtatok élni. Így van, tehát az előbb említettem, tehát a bizonyítási vágy éget bennünk, ugye nagyon sok játékos érkezett a Videótonból, akiket ilyen-olyan indokkal elküldtek és bizonyítani akartak, tehát ez egy nagyon jó elegye volt ennek a csapatnak, hogy egy pár külsős játékossal kiegészülve meg tudtuk azt valósítani, amit szerettünk volna, és nyilván egyfele húztuk azt a bizonyos hajót, tehát nem volt klikkeselés, és hát az NB3-ban is, ha jól emlékszem, tehát három fordulóval a vége előtt már megnyertük a bajnokságot. Tehát sima volt, és ráadásul nagy gólkülönbségű győzelmek, sok gólt lőttetek mindig, azért biztonságos volt a védekezés is, tehát én azt mondom, hogy egy pozitív hozadéka volt annak, hogy ti ott vagytok. Így van. Hogy tekintettetek egyébként erre a klubra?
otthonotoknak tekintettétek, vagy inkább arra, hogy kiugrási lehetőség és bizonyítási vágy, vagy így együtt ez az egész? Én azt gondolom, hogy fogalmaztad, hogy együtt. Tehát ez egy család volt. Tehát én ezt nyugodtan kijelentetem, hogy mindig szoktam mondani, akikkel így beszélgetek és szóba kerül a gázszer, hogy én minden játékosnak, minden fiatal játékosnak azt kívánom, hogy egy ilyen futballközegben szerepeljen és éljen és futballozzon, mert tényleg egy hihetetlen összetartás jellemezte ezt a brigádot. Emellett a profizmus is megvolt. Így ugye van. Én tapasztaltam, hogy remek edzések voltak még az NB3-ban is, de már megyei első osztályban is, hiszen nyilván ez az edző is meghatározza, de a játékosok is, akik azért szeretnének feljebb jutni. Tehát címlapon lenni a Fejér megyei hírlapban, vagy esetleg már NB2-ben már bekerülni a jók közé vastag betűvel szedve. Na most ezért a szakvezetés mindent megtett, hiszen egyre inkább érkeztek a játékosok. Milyen volt az NB2? Hiszen az NB2-t már a MÁV pályán éltétek meg. Ugye a MÁV előre kínos búcsúja után, amikor véget ért a nagy MÁV korszak, akkor egyértelmű volt, hogy ott otthonra találtok. Így volt ez? Így van, így van. Én azt mondom, az egy nagyon jó ötlet volt, hogy akkor beköltöztünk a MÁV előre pályára. Ugye, ami nagyon fontos, hogy ennél az egyesületnél azért nem volt vezetői dömping. Tehát volt a Németh László, mint elnök, a Májer József, mint szakmai igazgató, a Lovasi László, mint technikai vezető, és volt a szakmai stáb, a Hartyányi Gabi bácsi, Müller Csabi páros, és meg a masszőrök. Tehát igazából nem az volt, ami jellemzi a mai klubokat, hogy erre a posztra is van három ember, arra a posztra is van három ember. Tehát ezt így meg lehetett oldani ilyen kereteken belül. Lehet, hogy ma már ez nem kivitelezhető, bár én kétlem, hogy ezt nem lehetne most se úgy megoldani, de posztra igazoltunk, tehát nem volt az. Tehát az elnök úr megmondta, hogy kikérte a szakmai stáb véleményét, Gabi bácsiék megmondták, hogy nekünk most kell egy belső védő, vagy kell egy jobboldali középpályás. Tehát nem volt az, hogy jött 8-10 játékos szezononként a felkészülés alatt, hogy itt próbálkozzanak, vagy próbajátékra. Megvoltak azok a játékosok, akiket kinéztek, és azokat ide is tudták hozni szerencsére. Beszéljünk arról az NB2-ről, hiszen az már egy más tészta, azt nagyon is jól tudjuk. Cél volt az NB1-be feljutás? Vagy az csak később jött meg az étvágy? Nem úgy indultunk neki az NB2-nek. Ugye, hogy megnyertük idézőjelbe torony magasan az NB3-at, azért az NB2 egyből az első fordulóba a Soroksár ellen, azt hiszem hazai pályán ki is kaptunk 2-1-re. Tehát azért nem úgy indult, ahogy szerettük volna, nem ez volt a cél. Nyilván mindig úgy indultunk, tehát NB3-ba azért nem, nyilván NB3-ba is úgy ment a csapat, hogy azért nyilván bajnok esélyes. Itt talán az volt a cél, hogy nyilván a kiesés az talán nem is került szóba, de hogy egy jó középcsapat legyünk az NB2-be, arra alkalmas volt a keret, nyilván többre is, ami az időn bebizonyította, de első körben az volt, hogy egy erős, masszív csapat alakuljon ki az NB2-ben. Ehhez viszont kell a szakmai vezetés mellett egy olyan játékos állomány, ami ezt meg tudja valósítani. Kik érkeztek az NB2-be? Hiszen az már elindult az a magosodás, ha úgy tetszik, akik az NB1-ben is kiemelt szerepet játszottak. Így van, tehát ott már azért érkeztek olyan játékosok, mint a Nagy Lajos a Videótonból, a Vince Gábor a Ferencvárosból, a Füzesi Zsolt az Újpestből, tehát ott már alakult ki az a mag, ami az NB1-re, természetesen azok mellett, akik már a megye és az NB3-ban ott voltak, az erős váz azért megvolt, de azért az NB2-ben már az már nem a megyei, meg az NB3-a szint volt, oda már kellettek minimális erősítések, de ahogy az előbb mondtam, hogy posztokra próbáltunk igazolni, és nem az, hogy most játékos dömping legyen, és ez hál' Istennek jól működött, mert a nehezebb kezdés után azért kiegyenesedtünk az ősz végére, és már elsőként fordultunk a rátavaszi szezonra. Igen, és ezt meg is tartottátok, mármint abban az értelemben sima volt a feljutás, ha úgy tetszik, és te pedig szárnyaltál. De egyébként ez már így volt előtte is. Ezt a szárnyalás az azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy van egy olyan csatár egy csapatban, aki mindig megjátszható, akiben lehet bízni, hogy gólerős, gólt lő, tehát a helyzetei nagy százalékát legalábbis mondom én, mert nem tudjuk megállapítani, mi a nagy százalék, igen, de azt értékesíti.
Jól érezted magad a bőrödben? Nagyon, nagyon. De az első perctől kezdve, amikor betettem a lábamot az öltözőbe, 96. január 5-én még elkezdtük a felkészülést, már az a tavaszi szezon is jól sikerült, nekem is. 10 gól körül rúgtam abba a fél szezonba, az NB3 tavaszi szezonjába, és a szál Istennek ugye folytatódott az NB2-be is. Úgyhogy ahol 18 gól a gólkirály tudtam lenni, de ez egy olyan társak kellettek, akikkel ismertük egymás gondolatát. Tehát nyilván majd a neveket felsoroljuk, hogy kik játszottak ebbe a csapatba, de tehát ez szenzációs, hogy ez egymásra találta maga a csapat, meg maga a játékosok egyénileg is. Az első osztályba jutás az beteljesítette azt az álmot, amit Németh László és Mayer Józsi is megálmodott. Én azt gondolom, hogy ilyenkor aztán nem a megnyugvás jön, hanem az óriási kihívás, hiszen azért az NB1, az akkori NB1 teljesen más volt. Akkor érkeztek még Dvéri Zsolt, Simek Péter, tehát olyan játékosok, a Vince Gábor és ti azért megmaradtatok, de én azt gondolom, hogy a Dvéri Zsoltot akkor még bármelyik NB1-es csapat szívesen látta volna, Simek Petit nem különben. Így van, tehát ugye az megint egy lépcsőfok volt. Tehát az NB1-ben már nyilván még kellettek bizonyos posztra erősítések, hogy azt a célunkat, ami ki volt tűzve, a biztos bennmaradás, mert tényleg oda úgy indultunk neki az NB1-nek, hogy a biztos bennmaradás legyen a cél. Aztán hál' Istennek erre is rácáfoltunk, mert újoncként 8-ak lettünk az utolsó fordulóban, hogyha a Fradit megverjük, akkor 6-ak vagyunk, nem 8-ak. De így van, tehát érkezett egy Dvéri Zsolt, érkezett a kapuban már volt egy Kövesfalvi Pista, ugye korábban NB2-ben volt a Csernyánszki Norbi, a Matus Sanyi, tehát a kapusposzton is olyan erősek voltunk. Aztán a mezőnyjátékosok posztra a Bukva Géza a Vasasból, a Dragán Puskás, a légiósokat említem, vagy a Vyacheslav Medvid, a Toldi Gabi, tehát akik szintén már NB2-ben is játszottak helyek közel, majdnem mindegyik. De posztra nyilván a Dvéri Zsolttal egy olyan játékos érkezett meg egy olyan karakter a csapathoz, hogy azt csak tovább tudta lendíteni ennek az amúgy is jól működő rendszernek a szerkezetét. Milyen volt az edzésmunka? Hiszen akkor már Csongrádi Feri volt az edző, szakmai igazgatóként dolgozott Hartyáni Döni, és nyilván változások kellettek. Hogyan lehetett hozzászokni a néha-néha mellőzöttnek titulált játékosoknak ahhoz, hogy főszerep jut nekik egyik oldalról, a cél a bentmaradás, és ráadásul ezt a 8. helyet úgy lehetett elérni, hogy egy karakteres futballt játszott a Gásszer. Igen, annyi helyesbítés adták, hogy ugye abban az évben, amikor följutottunk, akkor még a Gabi bácsi volt, a következő szezonban jöttek a Csongék, és lett a Gabi bá a szakmai vezető. Én azt gondolom, hogy azért nem volt nehéz dolga a szakmai stábnak, pontosan azért, ami jellemezte ezt a csapatot Megye-1-től kezdve, mert motivált játékosok alkották, és senkit nem kellett nógatni, és nyilván mindenki kiugrási lehetőségnek is tartotta azt, hogy egy vidéki kis csapatból, egy ilyen sikersztori után nyilván megnő a kereslet irántuk. Egyébként a biztos bennmaradást tűztük ki célul, de abban így beszéltük a srácokkal már abban az időben is az öltözőben, hogy ezzel nekünk nem lesz problémánk. Tehát én már az elejétől fogva éreztem, hogy nekünk nem lesznek kiesési problémáink. Nem is lehetett, 8. lett a csapat, gólkirály lettél. Az megerősítést jelentett neked mindenképpen, és azt gondolom, hogy a szakmai stábnak, a csapatnak, mindenkinek. Így van. Tehát ez egy akkora eredmény volt ez a 8. hely, ami mondom még jobb is lehetett volna, hogy személy szerint ugye nekem az NB2-es gólkirály cím, utána az NB1-es gólkirály cím, tehát igazából ott lettem idézőjelben futballista. Annál is inkább, mert összesen ezt 4-en mondhatják el Magyarországon magukénak. Igen. Tehát ez egy csoda volt. Krisztián, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a 8. hely az megerősített benneteket. És én még emlékszem Vidi Gásszer meccsre, amin győztetek, és csodálkozott az egész ország, ha úgy tetszik, hiszen a Vidi folyamatosan akkor mélyrepülésben volt, ti pedig szárnyaltatok, ahogy mondtam. Ez mennyire motiválta a csapatot? Megjelentek már akkoriban azok a felhők, amik aztán
tornyosultak a klub fölé? Hát... Éreztetek ti ebből valamit? Nem, nem. Talán az utolsó pillanatig én úgy gondolom, hogy nem. Voltak jelei, de itt a motivációra visszatérve, tehát nyilván az, hogy egy videóton előtt tudtunk akkor végezni, ez egy, ugye főleg olyan játékosok, akik 80%-a abból a klubból jött, akik végigjárták ott az utánpótlásba a szamárlétrát, és fölkerültek az NB1-be, de ott különböző okoknál fogva nem kaptak lehetőséget, és jött ez a gázszer sikersztori. Tehát ez egy óriási nagy motiváció volt, hogy mi akkor nyilván a videóton előtt tudtunk végezni, de azzal is tisztában voltunk, hogy mi idézőjelben egy kis csapat vagyunk, mondjuk a videótonhoz képest is. Aztán amíg szimpatikus kis testvér voltunk NB3, NB2-be, azt azért már lehetett érezni, amikor NB2-ben már elsőként fordultunk rá tavaszi szezonra, hogy ott azért már voltak negatív hangok. Tehát, de nem a játékosoktól, tehát mert mi nagyon jobban voltunk a két klub játékosai, nagyon jobban voltunk, összejártunk, barátkoztunk, haverok voltunk, hanem inkább itt a külsőleg jöttek ezek a nyomások, most hogy a szurkolóktól, vagy a politikai dolgok voltak, én ebben nem akarok belefolyni, úgyhogy, de azért gyülekeztek már igen a felhők. Tehát abban az időben, ami nekem információm van erről, szóba került már akkor esetleg egy fúzió a Videótonnal, ami ugye nem jött létre különböző okok miatt, és hát nyilván az NB1 ez már egy olyan anyagi vonzattal járt az elnök úrnak is, meg a klubnak is, hogy a munkák is talán már nem úgy jöttek a vállalkozásának, hogy sajnos én mikor 99 nyarán elmentem a Vasashoz, akkor nekem már az elnök úr, amikor megkeresett a Vasas már másodszor, akkor azért megsúgta, hogy Krisztiánó, hogy fogadja el a Vasasnak az ajánlatát, mert rövidesen vége lesz ennek a sikertörténetnek, mert anyagilag már ugye nem tudta ezt. Kicsit menjünk el Akasztóra. Mert az fontos, ugye Stadler József megépítette azt a fantasztikus stadiont a semmi közepén, jártunk ott jó néhányszor, én azt gondolom, hogy az egy csoda volt. Aztán a Stadler megszűnt, szintén a szárnyalása követően, már áttelepült, nem igazán értettük, hogy mi történik, de hát tudomásul kellett venni, hiszen az utánpótlás csapatok itt maradtak. Igen. Akkor már biztos volt már az előszelem megcsapott a megszűnésnek? Ugye az imént említetted, hogy a gázszerelő munkák szép lassan elfogytak, hiszen az nem tart a világ végéig nyilván. Tehát ezek a fejlesztések a klubnál ez érződött? Igen, tehát ugye mi már csak azért így a végkifejletben voltunk érintettek, tehát amikor megtudtuk, hogy ugye le kell mennünk Akasztóra, hogy a hazai mérkőzéseinket ott játsszuk, nyilván ez már annak az előjele volt, hogy itt ugye a háttérben azért mentek azok a dolgok, hogy nem sikerült itt a megegyezés. Nyilván az elnök úr is ragaszkodott, a Németh László úr is ragaszkodott ahhoz, hogy amit fölépített a semmiből, azt próbálta ő úgy megtartani, most többségi tulajdonosként, vagy nem többségi tulajdonosként, azért mondom, hogy voltak akkor itt mendemondák ezzel kapcsolatban, és akkor ő úgy gondolta, hogy ez jó döntés volt így utólag, vagy rossz döntés volt. Mi személy szerint játékosok, vagy a csapat, mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat lent Akasztón, mert egy olyan ember vendégszeretét élvezhettük, aki egyedülálló volt szintén a maga nemében a magyar futballban. A semmi közepén az ország legszebb stadionját, a legjobb talajú pályáját fölhúzta, és olyan kiszolgálásban meg szeretetben volt nekünk részünk ott két hetente, amikor már ugye előző nap, vagy már csütörtökön lementünk, és ott tartottuk az utolsó edzést, hogy a szurkolóink külön busszal utaztak utánunk. Lakodalom volt meccs után, olyan vacsorákat kaptunk, hogy az valami hihetetlen. Én személy szerint, de ha megkérdezed majd a többieket is, ők is azt fogják mondani, hogy az is egy csodálatos időszaka volt ennek a csapatnak. Arról nem beszélve, hogy tavasszal ugye még olyan is előfordult, hogy az élen állt a gázszer, ráadásul 5. helyen fordultatok. És jött a téli puff, a hatalmas nagy, senki nem értette, hogy ugye Pécs, akkor már ugye a Csongi volt az edző. Igen. Hát ezt miként éltetek meg, hiszen a játékosok szétszélettek, nyilvánvaló, hogy nem tehette meg, a Pécsé lett a tulajdonjog, illetve hát nekik volt csapatuk is,
Mi történt utána a játékosok zömével? Ugye én ezt már kívülállóként néztem, mert én abban fél évben már, ugye 99 nyarán én már elmentem a Vasasba, és én még Vasas játékosként játszottam itt a Sóstói stadionban a Gászerrel bajnoki meccset, akkor, amikor a Gászer ugye vezette is a tabellát jó pár hétig, és amikor már Csongrádi Feri meg a Szabó Józsi volt az edző, és akkor bekövetkezett sajnos az 99 év végén, hogy igen, ahogy az előbb említetted, hogy a csapat megszűnt az anyagi problémák miatt, és a Pécs megkapta. Pécs lett a jog. A jog. Viszont a Gászer ilyen értelemben is örök élmény maradt, nem csak azoknak, akik ott játszottak, hanem, és ezt a sikersztorit megélték, végigélték, sikereket értek el. Te például ugye hát kétszeres gólkirály lettél, hanem mindenkinek, a nézőknek is. Hát ennek most már története van, 25 éves története, és ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Tehát akkor én azt gondolom, hogy a Főnix csarnokban bízom benne, hogy nagyon sokan lesznek, és akkor invitáljuk meg mindazokat, akik szeretik a fehérvári labdarúgást, és szerették azt a kort, és azt a fantasztikus teljesítményt, amit nektek köszönhettek. Így van, hát megragadnám az alkalmat, nyilván már beszéltünk korábban veled is erről, sok szeretettel meghívok benneteket erre az összejövetelre, ha érdekes lenne számotokra. Nyilván a játékosokkal most már napi kapcsolatban vagyunk a szervezést illetően, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sokan el tudnak jönni. Tény, hogy 50-60 embernél azért nehéz olyan időpontot találni, hogy azért mindenkinek jó legyen. Tehát hiányzók biztos, hogy lesznek bőven, de ha már a csapatnak a nagy része össze tud jönni, és mindenki partner volt ebben, amikor szóba került egy pár hónappal ezelőtt a Nagy Lajossal, meg a Tóldi Gabival kezdtünk el ezekről a dolgokról beszélni, hogy csináljuk ezt meg mindenféleképpen. Úgyhogy bízom benne, hogy sokan eljönnek a régi játékostársak közül, és akit érdekel, a régi szurkolók közül, akik szimpatizáltak velünk, ott megtalálnak bennünket a Főnix csarnoknak a vendéglátó egységébe. Ott leszünk kizárólagosan, de nyilván az ajtó az nyitva van bárkinek, hogyha szeretnének egy kicsit részt venni külsősként ezen a rendezvényen. Krisztián, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a lehetőséget. Tehát szurkolók, figyeljünk egymásra, tehát június 18-án a Főnix csarnokban találkozhatunk a Gászer egykori nagyszerű labdarúgóival. Én pedig köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!